A baranyai kosárlabdázás legendás alakja Egyed Mihály emléke előtt tisztelgett a Nemzeti Kosárlabda Akadémia Pécs. Egyed Mihály Szigetváron volt tanár és kosárlabdaedző, ahol 1967-ben óriási sikerként az iskola tagjaiból álló csapat megnyerte az MB2-es bajnokságot és felkerült az MB1-be. Egyed Mihály nevéhez fűződik, hogy Szigetváron felépülhetett a sporták szempontjából szabályos méretű sportcsarnok. A szigetvári évek után a pécsi Széchenyi István gimnázium, majd a Nagy Lajos gimnázium tanára lett, utána pedig óraadója 2004-ig. A PEAC kosárlabdázója, valamint a PMSC, a PEAC és a PVSK férfi csapatának edzője volt, majd 30 évig a Baranya megyei kosárlabda szövetség elnöke. Az Egyed Mihály emléktorna ünnepélyes megnyitóján ifjabb Egyed Mihály jelenlétében felavatták azt a vitrint, melyben a sportág 100 magyar halhatatlanja közé is beválasztott edző és pedagógus relikviáit elhelyezték. Nyilván az ő esetében az életét jellemzően a másik embernek való segítségnyújtásnak az igénye jellemezte, és talán az eredményein, amit elért életébe, az eredményein kívül ez az attitűd az, ami miatt olyan sokan szívesen emlékeznek rá vissza. Életében elnevezték róla az Alma Mater, a Nagy Lajos Gimnázium sportcsarnokát, egyébként a megyei bajnokság, illetve regionális MB2 csoportja viseli a nevét, illetve Rád Géber Laci, az édesapám által is egyébként régóta vágyott Pécset, a mi városunkban létrejött Nemzeti Kosárlabda Akadémián elnevezett róla egy termet, egy pályát, illetve nagyon megható számomra, hogy édesapám erekiéi most itt a Rád Géber László Nemzeti Kosárlabda Akadémián egy vitrínben méltó helyre kerültek. Még édesanyám újságcikkeket tett el arról, amikor édesapám már arról nyilatkozott, még vezetőedzőként NB1-ben mennyire várja már a kisfiának a megszületését. Innentől kezdve eleve elrendelt volt, hogy a kosárlabda pálya szélén nőttem föl, és azóta is más már a három kislányommal minden mérkőzésen, ahol csak lehet, ott vagyunk. A négy csapatos junior fiú tornán a házigazdákon kívül a cseh USK Prága, a Vasas Akadémia és a szerb Mladost Zemun vett részt. A Nemzeti Kosárlabda Akadémia Pécs csapata először magyar ellenfelét győzte le, majd nyert a szerbek ellen, végül pedig a roppant erősnek tartott csehek ellen 60-55 arányban sikerült nyernie Kmézics Zorán együttesének. Hát ilyen felkészülési torna, nagyon színvonalos volt, 3 vagy 4 jó csapat volt itt. Főleg ez a döntő, ez a Prága ellen, ez a prágai csapat egy éve idősebbek is nálunk, is egy nagyon jó csapat. Felmertünk, felterképeztünk. Az előző két mérkőzésen is tudtunk, hogy egy nagyon kemény csata lesz, ami szerencsére úgy végződött, hogy mi megnyertük a meccset. Igazából nem ismerem a többi csapatokat, de most ez nézve, és ezt a mérkőzés, amit most lejátszottuk, gondolom, hogy egy ilyen komoly esélyesek vagyunk a legjobb 8-ban, legjobb 4-be, de még egyszer azt mondom, meg kell ismerni a többi csapatokról, kell felterképeznünk őket is, akkor tudni fogunk többet. A jövő héten kezdődik a bajnokság, meg nem kaptunk kiírás, hogy ki pontosan ki ellen játszunk, a héten meg fogunk kapni, de jövő héten indul a bajnokság, és remélem, hogy emellett, hogy így ma jól játszottunk, nem voltunk kapatek, hiányzott egy nagyon-nagyon fontos játékosunk, meg emellett is volt pár sérülésünk. Az All-Star csapatban két pécsi, Kazi Balázs és Bánfi Balázs is helyet kapott. Szerintem nagyon fontos volt, hogy megtapasztaljuk, hogy ki olyan viselkedik a pályán. Szerintem hasznosan töltött ez a egy hét, és készülünk a szezonra. Szerintem eléggé jól összeszoktunk, persze van még egy pár hibánk, de szerintem jól leszünk. Az első Egyed Mihály emléktorna végeredménye. Első a Nemzeti Kosárlabda Akadémia Pécs, második az USK Prága, harmadik a Vasas Akadémia, negyedik pedig a Mladost Zemun csapata lett.